A Bátor Televízió híradója következik, köszöntöm Önöket! Folytatódnak az út- és parkoló beruházások Nyírbátorban. Évről évre nő a helyi adóbevétel a városban. Hamarosan itt a második téli kihívás, várják a jelentkezéseket a Dragon Ice-ra. Négy hónap alatt elkészült a gimnázium melletti két út- és parkoló beruházás. A műszaki átvétel után hamarosan a Kossuth utca felől is megközelíthető lesz a gimnázium épülete. A városban ugye több ilyen közműfejlesztés történik, illetve történt. Tulajdonképpen ez az Ifjúság utca, illetve a Kossuth utca a megnyitása, ez milyen igényt elégít majd ki? Az elsősorban a gimnázium, a zeneiskola és az itt lakóknak az ingatlan megközelítését szolgálja, hogy egyszerűbb, könnyebb, gyorsabb legyen. Tehát itt hamarosan megnyitják kifelé a Kossuth utcát is? Műszaki átadás követően kinyitjuk a Kossuth utca felé is, igen. Fekete István a Nyírép Kft. Ügyvezetője, a kivitelező. Tulajdonképpen mennyi időt készült el, és mit csináltak Önök itt? Négy hónap leforgás alatt sikerült elkészítenünk az Ifjúság utcán ezt a parkolót, illetve az átkötő utat az Egyház utcán. Téli időszakban dolgoztak Önök, ez a technológia biztosítja azt, hogy ez egy tartós munka lesz? A 21. században minden technikai lehetőségünk megvan hozzá, hogy az időjárás függvényét figyelmen kívül hagyva tudjunk dolgozni télen is. Így úgy gondolom, hogy első osztályi minőségű munkát tudtunk készíteni. Végül is akkor pontosan mit csináltak Önök? Tehát csináltak egy utat, egy parkolót, meg egy átkötő utat? Igen, egy út, illetve egy átkötő utat létesítettünk, ez készült el. A munkaterület átadását követően négy hónapon belül ez a kivitelezés ez megtörtént. Dankó András a műszaki ellenőre ennek a területnek. Önök itt pontosan mit néznek és hogy vizsgálnak? Mi azt vizsgáljuk, hogy az engedélynek, illetve a műszaki terveknek megfelelően történik-e az építés. Most már megtörtént, tehát akkor ilyenkor mit állapítanak meg, ha megfelelően történt? Hát mai napon azt állapítjuk meg, hogy minden készen van-e mennyiségileg, és minőségben megfelel az elvárásoknak. Ez valószínűleg erre a kérdésre igen lesz a válasz. Még mivel útépítési munkáról van szó, itt a érintett közműszolgáltatók és útkezelőknek a hozzájárulásait kell beszerezni, hogy az ő érdekeiket sem sérti ez az építés. Ha ön rábólint, akkor hát lehet adni ezt a beruházást? Igen. A fő rábólintó a megrendelő mindig. Én javaslatot fogok tenni a megrendelő önkormányzat felé. Nyilván ezt a javaslatot, pozitív javaslatot akkor tudom megtenni, hogyha az érintett közműszolgáltatók, útkezelők is azt mondják, hogy részükről is megfelelő a munkavégzés. Mennyibe került ez a két utca, illetve a parkoló kialakítása? Nettó 40-41 millió forint. Mi a következő lépés merre? A következő lépésben a fájúti lakások mögötti utat szeretnénk építeni. Ennek a szerződése már megvan ezzel a céggel, aki ezt a két utat is építette. Ez egy közbeszerzés keretében kelt el, de az időn ezt valósították meg, és a terület szerzése húzódása miatt a fájútasi út kiépítése az a tavaszra marad. Ugye itt Nyírbátorban kerékpárút fejlesztések is történnek hamarosan. Mikor kezdődnek azok? Tavasszal mindenképpen elkezdődnek, ott is megvan már a kivitelező, a területszerzés is rendeződött már, és így, ahogy az időjárás engedi, a belterületi kerékpárút építés is el fog kezdődni. Azoknak a határideje szintén idén, mármint az átadási határideje? Igen, még ebben az évben át kell adni.
annak megvan a teljes költsége, vagy ott, mert úgy tudom, ott végül is ugye időközben azért megdrágultak a dolgok ahhoz képest, hogy a pályázatot elnyerte a város? Hát a pályázat beadásához képest és az elnyeréséhez képest is már jelentős idő eltelt, tehát az építőipari árak drágultak, többe kerül, ehhez kértünk többlettámogatást, reméljük meg is kapjuk. De megvan rá egyébként a városnak a forrása, tehát hogy magát a munkát el tudják végezni? A kerékpárutat a város mindenképpen szeretné megépíteni, ettől függetlenül, de jelentős segítséget nyújtana, hogyha el sikerülne még plusz anyagi forrás szerezni. Több mint 2 milliárd forint helyi adóbevétel realizálódott Nyírbátorban 2019-ben. Az elmúlt évre tervezett adóellenőrzések eredményei alapján elmondható, a helyi vállalkozások nagy részt jogkövető magatartást tanúsítanak. Hogy teljesült a nyírbátori önkormányzat adóbevétele? 2019 évre vonatkozóan is elmondhatom, hogy a várakozásoknak megfelelően, illetve azt túl teljesítve alakult, tehát egy ilyen 2,2 milliárd forint az a bevétel, amelyet az adóból az önkormányzat megkapott. Nyilván ennek a nagyon nagy döntő része az iparűzési adóbevétel, ugye? Igen, így van. Eredetileg 1,5 milliárddal terveztük az iparűzési adóbevételt, amelyet évközben a tendenciák figyelembevételével már egyszer növeltünk 1,6 milliárdra, és ehhez képest a teljesítés pedig 1,7 milliárd forintban teljesült. Gondolom a 2019-es tapasztalatokhoz képest a 2020-as bevételeket, iparűzési adóbevételeket is felül kell tervezni, nem? A korábbiakhoz képest. Igen, mindenképpen. Tehát egy tendenciát, gazdaságnövekedést és a cégeknek a bővülését figyelembe véve, valamint jogszabályváltozást, amely például azt jelenti, hogy a nagy foglalkoztatók, amit korábban kaphattak a létszámbővítésből adódó adókedvezményt, 1 millió forintot már most a jogszabályváltozás miatt nem lehet figyelembe venni, és ha mindezeket összerázzuk, akkor mindenképpen egyik évről a másikra egy ilyen 200 millió forintos bevételnövekedéssel lehet számolni az iparűzési adó tekintetében. Ugye korábban is úgy tervezett általában a nyírbátori önkormányzat, hogy nő az iparűzési adóbevétel, úgy nő a város mozgástere, miközben persze az állami támogatások mértéke szinte majdnem ezzel megegyezően szintén csökkent. Mi várható erre az évre? Hát olyan nagy bővülés az nem várható, még a költségvetés készítésének a folyamatában vagyunk, de most is elmondható erre az évre vonatkozóan is, hogy igen meghatározó az önkormányzat költségvetése szempontjából a helyi bevétel, tehát az adóból és az ingatlan értékesítésekből származó bevétel. Ezzel lehet kompenzálni azokat a bevétel elmaradásokat, amelyeket az állami támogatás csökkenéséből vagy annak az átvariálásából adódnak. Nagyjából ez azt is jelenti, hogy Nyírbátor elég kevéssé van kiszolgáltatva az államnak. Igen, ez mindenképpen azt jelenti, hogy úgymond tud a saját lábán állni, és tud olyan fejlesztéseket megvalósítani, amelyeket ezeknek a bevételeknek a hiányában nem lehetne gondolkodni, amelyekről nem lehetne gondolkodni. Egy évvel ezelőtt önök meghirdették azt, hogy jelentősebb adóellenőrzések lesznek a városban. Végül is ez hogy teljesült? Mindenképpen volt egy ellenőrzési ütemterv. Ennek a adóellenőrzésnek elkészült a módszertana, tehát az iratminták, a jegyzőkönyvminták, a határozatminták, és a tavalyi évre vonatkozóan 12 befejezett ellenőrzés volt, ami azt jelenti, hogy határozattal zárult, és ezek a döntések jogerőssé váltak, és 3 olyan ellenőrzés volt, amely az év végével még folyamatban volt, tehát hogy annak az eredményéről, hogy a határozat végleges lett-e, vagy nem, még nem tudok beszámolni. De úgy nagyjából mi szűrhető le ebből, mennyire jogkövetőek a nyírbátori vállalkozások? Úgy gondolom, hogy jó részt jogkövetőek, ezt az ellenőrzés is
az ellenőrzések megállapítása is tükrözi, tehát a befejezett 12-ből 4 olyan cégnek az ellenőrzése zárult, úgyhogy nem lehetett adóhiányt és adótöbletet megállapítani. Itt a 2016 és a 2017-es éveknek az iparűzési adójának az ellenőrzése történt meg. Ezeken kívül pedig 3 olyan vállalkozás volt, ahol csak az egyik évre vonatkozóan lehetett adóhiányt, és volt olyan is, amikor adótöbletet lehetett megállapítani. Tehát az azt jelenti, hogy vissza kellett a vállalkozásnak fizetni az ide befizetett adót, mert a nem megfelelő vagy rossz jogszabály értelmezésből adódóan ez Nyírbátort nem illette meg, ellenben egy másik települést pedig igen. Átalakították a szaunákat a Sárkány Wellness és Gyógyfürdőben. Az új automata rendszerű fényszaunák a remények szerint megváltoztatják a helyi közönség szaunázási magatartását is. Teljesen átépítettük a régebbi szaunát, megújítottuk, kibontottuk az egészet, inkább azt mondom, hogy kibontottuk, és a korszerűen szellőzéssel ellátva építettük meg. Az eredeti építéskor 2010-ben 3 darab finn szauna készült, az egyik az, amiben most vagyunk, mellette pedig 2 kisebb. A használat során kiderült, hogy miután egyre többen használják és nagyon szeretik a finn szaunákat, ezért átépítettük a másikat, úgyhogy most hát a tükörképe, tehát 2 olyan 10-12 személyes szaunánk működik most már. Hétközben az igénybevétel szerint 1 vagy 2 működik, de hétvégén viszont mind a 2-re szükség van. Azt kell még erről tudni, hogy a felhasznált anyagok a legkorszerűbbek, tehát maga a lambéria az finn fenyőből van, pontosabban hát finn fenyőből, északi fenyőből, ennek az a lényeg, hogy sokkal lassabban nő, ezért egészen más a szerkezete, mint azoknak a fenyőknek, ami a mi éghajlatunkon van. Ezek szendvics panelek, tehát a hőt ki sem engedik, és úgy kell elképzelni az egész szaunát, hogy körben egy levegőréteg van, és ez pedig szellőzik, kiszellőzik, tehát nem nincs olyan, hogy megszorulna valahol a pára. Lehet látni még bent, hogy vannak elszívóink, ez azért jó, mert folyamatosan levegő áramlik így be a szaunába, és nincs olyan, hogy mondjuk 10-12-ben vannak, akkor egy ilyen negyedórás program végére elfogyna az oxigén. Ami még talán a legfontosabb az, hogy a kályhákat is kicseréltük, egy automata dogolóval ellátott kályhákat szereltünk be. Ennek az a lényege, hogy 5 vagy 10 percenként, ahogy a program engedi, meghatározott illatanyagokkal együtt, meghatározott mennyiségű víz kerül be, tehát nincs olyan, hogy kevesebb vagy több, hanem az a légkörméterre kiszámított vízmennyiség kerül be, ami még egészséges. Talán ezt lehet róla elmondani. Ami még fontos a wellnessben az, hogy egy automata jégkészítőt is készítettük, ami egy ilyen jég hát, darabokat lehet használni, és az ember le tudja hűteni a testét. Most még azon az egy fontos feladatunk, hogy a merülőmedence vízfőfokát hát megfelelővé tegyük. Hát azt mondom, hogy 16-18 fok az, ami úgy kellemes a testnek. Birtokba vehették már ugye az új szaunákat a vendégek. Mi a véleményük? Hát nyilván minden új vegyes volt a fogadtatása. Először azt mondják, hogy túl világos, hát szerintem nem. Próbálunk most már olyan szabályokat is hozni, ami a felöntések gyakoriságát, illetve annak minőségét is hát szabályozza. Ez voltak jó és rossz tapasztalatok ebben. Nagyon sok panasz volt, hogy a vendégek részéről, hogy hát olyanok is öntenek fel, akik nem megbízható anyagot használnak, és nem olyan gyakorisággal, ami egészséges lenne. Hát mi igyekszünk most ezt betartatni és elfogadtatni a vendégekkel. Én úgy láttam, hogy az első tapasztalatok teljesen jók, és örülnek, szép. Én úgy látom, hogy sok olyan vendégünk, aki a hétvégi zsúfoltság miatt elkerült bennünket, most ebben a 2 tágos szaunában visszatalált és újra megtalált bennünket. Nekünk arra kell mindig törekednünk, hogy egyrészt ez a 2 szauna, ez több mint 7 millióba került, nekünk erre vigyázni kell, hogy ezt a testület bocsátotta a cég, illetve hát nyilván a vendégek rendelkezésére, erről nekünk vigyázni kell. Ezt nem lehet csak úgy használni, hogy mindenki locsol mindenféle dolgot,
és ugye állandóan, ha gőzben van, akkor az tönkre megy. Egyrészt ez okozza ezt. A másik az, ami talán fontos, hogy a finn szaunában akkor indul meg jól a méregtelenítés, hogyha nem állandóan felöntünk és nem gőzben vagyunk, hanem akkor párolog és ízzel a testünk, amikor nincs felöntés. A felöntés az csak egy hős stresszt ad, tehát nem kell állandóan magas páratartalmon használni. Ami még talán fontos az, hogy az automata felöntőrendszerre azt is el tudjuk kerülni, hogy hát ne kerüljenek olyan anyagok a KH-ra, ami nem odavaló. Új területi vezetője van fél éve a Magyar Vöröskereszt Nyírbátori Szervezetének. Serbánné Szondi Ágnes nyáron vette át elődje tevékenységi körét. A korábbi területi vezető nyugdíjba vonulása előtt 27 éven át vezette a helyi irodát. A nyírbátori emberek mennyire vannak tisztában azzal, hogy itt van, helyileg itt van ez az iroda? Változó, változó. Van, aki tudja, nagyon sokan tudják, viszont nagyon sokan keresgélnek, mikor előjön az például, ha egy elsősegély tanfolyamra szeretnének beiratkozni, vagy vizsgázni szeretnének, akkor keresnek minket. Van, aki hamar megtalál, van, aki tudja, hogy hova kell jönni, viszont nagyon sokan keresnek minket. Igazából a napi feladataink közé elsősorban a véradás szervezést említeném meg, ami a munkánknak a 75%-át kiteszi. Ezután jön ugye az első segélytanfolyamok szervezése, a vizsgáknak a megszervezése, lebonyolítása, adományok gyűjtése, a rászorulókon szociális nehézségekkel küszködőknek a segélyezése, megsegítése. És emellett még kiemelhetném azt a feladatunkat, hogy keresett személyeknek a felkutatásában, amikor egy családtag eltűnik, elveszik, nem találják, akkor ezeknek a családoknak tudunk segíteni abban, hogy megtalálják a családtagjaikat. A január az egy bizonyos szempontból holt időszaknak számít az e fajta tevékenységek szempontjából, viszont túl vagyunk a 2019-es év karácsonyi ünnepségén, az adománygyűjtéseken. Mit lehet elmondani az elmúlt év december hónapjáról? Nagyon mozgalmas volt? Igen, nagyon-nagyon mozgalmas volt. Ugye nekünk már megkezdődött novemberben, mert novemberben megyei véradó ünnepségen vettünk részt, ahol a többszörös, 40-szer, 50-szeres, 60-70-szeres és ettől többszörös véradókat díjaztuk, megbecsültük. Nyírbátorból is szép számmal, és a körzetünkből, területünkön lévő településekről is szép számmal voltak díjazottjaink. És emellett megyei ünnepségünk mellett volt olyan területi ünnepség, ahol nekem, mint nyírbátori területi vezetőnek 24 település, beleszámítva Nyírbátort is, a területemen van. És tavalyi évben, novemberben 2 települést, Szakolyt és Nyírbogátot kiválasztottuk. Statisztika alapján melyik település az, aki most soron következik a véradó ünnepség megszervezésében, és lekérjük az adatokat, ilyenkor van egy nagy adatbázis, amit a vérellátó biztosít számunkra, és a díjazottak, a díjazás pedig úgy zajlik, hogy már aki 10-szer adott vért, 15-ször, 20-szor, 25-ször, 30-szor, és így tovább, őket, ezeket az embereket megkeressük, és meghívjuk, és megszervezzük a véradó ünnepséget. Nagyon jól sikerült mind a két ünnepségünk, és nagyon-nagyon örülök, hogy belecseppentem a Vöröskeresztnek a véráramába, mert igazából itt látom, hogy mennyi olyan jó szándékú és tiszta szívű ember van, aki önzetlenül és mindenféle anyagi juttatás nélkül segít bajban lévő embertársain. Már volt a múlt héten is egy nagyobb véradásunk, ami nagyobb, az két helyszínt foglal magába egy napon. Viszont igen, nekem itt nyírbátori szinten, a területemen ez a véradás, és még egy lesz januárban, de ettől függetlenül már volt elsősegélytanfolyamunk, most lesz a héten elsősegélyvizsgánk, úgyhogy az élet az pörög rendesen nálunk. És arról mit lehet elmondani az itt, illetve a környéken élő emberek, milyen gyakran jelennek itt meg, hogy segíteni szeretnének, hogy adományokat hoznak, és egyáltalán milyen jellegűeket hozhatnak önökhöz?
Hála Istennek, amióta én itt vagyok, elég sokan megkerestek már, és hoztak is be használt ruhaneműről. Van itt szó főleg elsősorban használt játékokról, cipőkről, természetesen olyan dolgokról, amiket még mások tudnak használni. És azt kell, hogy mondjam, hogy folyamatos volt a behozatal, és hál' Istennek ezt is sikerült decemberre mindent a raktárunkból kiadni azoknak az embereknek, akik erre rászorulnak. Remekül startolt 2019. februárjában a Dragon Race Extreme futóverseny téli futama Nyírbátorban. Az idei versenykiírásra is már szép számmal érkeznek a regisztrációk. Február 22-én a tervek szerint a Sárkányfürdő és a Lovarda ismét benépesül majd. Az extrém sportolók várhatóan az ország minden pontjáról érkeznek a Dragon Ice-ra. Egy esztendővel ezelőtt hatalmas izgalmak előzték meg az első Dragon Ice Extreme futóversenyt, ugye egy téli futamról beszélünk. Ugyanolyan izgalmak vannak-e most 2020. januárjában bennetek szervezőkben, vagy az elmúlt évi tapasztalatok elegendőek voltak ahhoz, hogy már egy kicsit nyugodtabban, kiegyensúlyozottabban tudjátok összerakni mindezt? Rettentően izgulunk, mint mindig, tehát minden egyes verseny szervezése izgalommal jár és izgatottsággal, és főként azért is izgulunk nagyon, mert ugye egy új kategóriának a bevezetésében vagyunk. Ez az 5 pluszos pro kategória, ami azt jelenti, hogy mindent az elemekért és semmit a kényelemért kategóriája, és ide tényleg csak azokat várjuk, illetve szeretnénk elindítani, akik az idővel és az elemekkel szeretnének harcolni, és egy igazi küzdelemre vágynak. Míg a másik kategória is ugye megmarad, és abban is kemény küzdelem várható, de ez azért egy kicsit másabb lesz, és új keretű mindenféleképpen. Alig több mint egy hónap van a versenyig, hiszen február 22-ére datálódik ez a futam. Mit lehet elmondani az érdeklődést tekintve? Az érdeklődés elég nagy számú, mondhatom azt. A tavalyi évhez képest ugye ez egy bevezető szériánk volt, ahhoz képest duplájánál járunk most a nevezéseknél, több mint 100 ember regisztrált, és ugye alig egy hónapja van nyitva a nevezésünk, és én azt gondolom, hogy az utolsó hónap meg fogja hozni azt a várt sikert, és kellő számban, illetve megsokszorozzuk a tavalyi létszámot. Szerepel-e maga a versenykiírás olyan oldalakon, ahová már a Dragon Race eljutott az elmúlt esztendők alatt? Igen, mindenféleképpen, tehát most már számolnak velünk, mint Dragon Race, illetve mint Dragon Ice. Ezt gyakorlatilag nem is nagyon kell külön említeni, mert már egy lapon említenek minket, mert hogy van egy téli, illetve egy nyári futamunk, a szakági sajátosságok miatt ezt azért, mert hál' Istennek közösen kezelik a versenyszervezői, és igen, és a nagy térképen fönn vagyunk, ez az OCR magazinnak már a stabil pontjai vagyunk, és benne vagyunk a versenynaptárukban, mint fix versenynap. Hány akadályból fog állni a futamaterep? Hát nagyon nehéz most megmondani, mert ugye az elemek, illetve a hideg, illetve a tél meg fogja határozni sok mindennek a dolgát. Inkább arra szeretném kihegyezni a dolgot, illetve szerettük volna a strand vezetésével, illetve a várossal kihegyezni a dolgot, hogy az élmény a medence lesz, és abban nyújtsunk minél több élményt a versenyzőknek, mert ugye sajátosságokat nyújtunk, és a strand vezetésnek a jó indulatából megkaptuk a második termál medencét is, és abban is elhelyezünk néhány akadályt. De összességében azt gondolom, hogy egy ilyen 50 és 60 akadály között fogunk a versenyen dolgozni. Egy ilyen típusú verseny, egy ilyen mértékű kezdeményezés, ez mennyire tudja fölhívni a figyelmet egyébként magára a helyszínre? Szerintem felhívja a figyelmet rá. Egyértelmű, hogy akik ide eljönnek 200-an vagy 300-an kísérőkkel, talán 400-an is, mint a nyári versenyen, és ha jó tapasztalatokkal hagynak itt bennünket, akár időszakosan is, keltik a jó hírünket. Ez nem csak a fürdőrégasz, hanem magára a településre is. Mert fogják mondani, hogy Nyírbátorban voltam, és már lehet, hogy a strandon nem is fog emlékezni, vagy a fürdőre, de kellemes emlékekkel fognak távozni. Én azt hiszem, nekünk is hasznos ez. Ez egy jó versenyközpont, főleg egy téli versenynél, ahol azért nem mindegy, hogy milyen körülmények vannak az átöltözésnél, mert azért
ezek a, ahogy szoktam mondani, egy kicsit gladiátorok, ugye végigmennek ezen a nehéz pályán, feladatokat teljesítve, kiizzadnak, lefőrnek, könnyű lenne megfázni. Itt mi olyan körülményeket próbálunk biztosítani, ami ezt azért egy kicsit felülírja. Tudomásom szerint talán mi voltunk az elsők, akik beálltunk egy ilyen verseny mellé az országban. Most már van, aki már ezt észrevette, és hát másolja, de én azt mondom, ez nem baj, addig, amíg az ember előjár, és annak követői. Idén is szeretnénk ugyanezt a medencét is használni, meg a másikat is. Annyi talán a probléma a használatákkor, hogy ilyenkor a fürdőző vendégeket ki kell, hogy zárjuk ebből a szolgáltatásból, mert vannak olyan közegészségügyi szempontok, ami miatt ugye más a fürdővendéző használata és más a sportolóé. De ezt tavaly is megoldottuk szerintem a idején, hogyha időben belállunk ebben kommunikációval, akkor meg fogják érteni a vendégeink. Biztosan sokan lesznek, akik ezzel indítják az évüket sport verseny szempontból. Igen, ez az idei év ebből is érdekes lesz, mert ugye az év elején vagyunk most is, mint tavaly, és ennek a szakágnak a hazai versenyei közül mi vagyunk az elsők, akik ilyet csinálunk. Híradónk végén megköszönöm figyelmüket, további kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra! A műsorvezető ruháját a Gabi Mami divatáru biztosította.